mondani egy rövid mondatot, ami szerintem a magyar alkotmány. És utána idéznék az eszéns evangéliumból, hogy miért merem egyetlen mondatra leszűkíteni a magyar alkotmányt. Szerintem a magyar alkotmány úgy hangzik, hogy a nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely, álljon vagy verjen sorskeze, itt élned, halnod kell. Aki erre az egymondatos magyar alkotmányra szívvel, lélekkel föl tud esküdni, az méltó a nemzet vezetésére. Aki nem, az nem méltó a nemzet vezetésére. És hogy miért érdemes egyetlen egy mondatra leszűkíteni az alkotmányt? Ugye az eszerűs evangéliumból idézném Jézust. Ugye Mózesről mesél Jézus a tanítványoknak. És Mózes így fohászkodott az Úrhoz. Szívem szomorúsággal van tele, mert népem el fog veszni. Egy tudatlanságban élő nép nem fogja fel a te törvényeidet. Olyanok ők, mint a kisgyermeke, akik még nem tudják megérteni atyuk szavát. Engedd meg, Uram, hogy más törvényeket adjak nekik, hogy el ne vesszenek. Ha már nem lehetnek veled, ó Uram, legalább engedd meg, hogy ne legyenek ellened, hogy megtartassanak. És amikor elérkezik az idő, és megírnek ők is a te igéidre, akkor kinyilatkoztathass nékik a te törvényeidet. Ezért Mózes összetörte a két kőtáblát, amelyekre a törvények felírattak, és helyettük 10x10-et adott nekik. És ebből a 10x10 törvényből a farizeusok és az írástudók 100x10-et csináltak, hogy elviselhetetlen terheket rakjanak vállaitokra, amelyeket még ők maguk sem viseltek. Mert minél közelebb vannak a törvények Istenhez, annál kevesebbre van szükség belőlük. És minél távolabb vannak a törvények Istentől, annál több kell belőlük. Ezért van az, hogy a farizeusok és írástudók törvénye megszámlálhatatlan, az ember fiának törvénye 7, az angyaloké 3, és az Istené pedig egyetlen egy. Köszönöm szépen a figyelmet!